Egyszer mindent elér az ember. Azt is, mi most még messze cél. Csak küzdj és áldozz. Ne csükkedj el. S győzelmed lesz a hősiba vér. Bertolt Brecht szavaival, tisztelettel és szeretettel köszöntjük rendhagyó szalagavató ünnepségünkön az iskola vezetőségét, Nagy József igazgató urat, Láposi Zoltán, Fejér Gábor és Kis Tibor igazgatóhelyettes urakat, valamint Demeendre gyakorlati oktatásvezető urat. Köszöntjük a 12. rendész szakmacsoportos osztály diákjait és osztályfőnöküket, Nagy Attila tanár urat. Felkérem Fejér Gábor igazgatóhelyettes urat, hogy köszöntse végzőseinket. Tisztelt vendégeim, kedves fiatalok! Először is engedjétek meg, hogy én is köszöntsem iskolánk vezetőit. És természetesen nagy szeretettel köszöntelek titeket, az itt felsorakozott 12. E-osztály diákjait és osztályfőnökötöket szalagavató ünnepségünkön. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy első alkalommal a rendhagyó és mégis hagyományőrző szalagavató ünnepségen állhatok itt előttetek. Hagyományőrző, hiszen a gépészeti évtizedek óta nagy tisztelettel és alázattal rendezi meg tanítványai életének a fontos pillanatát. Rendhagyó, mert először fordul elő, hogy nem lehetnek itt veletek azok, akik a legtöbbet jelentik a számotokra, szüleitek, barátaitok, rokonaitok. A szalagtűzés után nem lesz osztálytánc és bál sem, amit annyira vártatok. A hagyományt ezúttal felülírta egy láthatatlan ellenség. Kedves végzőseink! Ennek ellenére ez a pillanat olyan különleges, amit az ember életében csak egyszer élhet át, ahogyan most ti itt. E pillanat visszatekintés a közösen eltöltött időre, amit soha nem fogtok elfelejteni. Minden más véleménnyel szemben állítom, hogy jó érzés most itt lenni, s tudni, hogy egy olyan közösség vesz körül titeket, ahol mindenki tartozik valakihez, mert mi itt bizony összetartozunk. Összeköt az elmúlt 3,5 év és az együtt elkezdett jövő építésének ígérete. Ti már azok a diákok vagytok, akiknek gépészes múltja intézményünk átalakulásával szorosan összekapcsolódik, és ezért biztos vagyok abban, hogy ahogyan mi, úgy ti is szeretettel fogtok emlékezni ezekre a pillanatokra. Kedves maturanduszok! Többször hallhattátok már ezt a kifejezést, mérföldkő. Íme, most itt állunk talán az egyik legfontosabb előtt. Ettől kezdve komolyabban kell venni a tanulást, hiszen komoly tétje van. Ez a jövőtök, a családotok jövője, a leendő gyermekeitek boldogságának alapja. A maturandusz szalag jelzés arra is, hogy felnőttetek. Szüleitek igyekeznek elengedni kezeteket, s elfogadni feltétel nélkül, hogy képesek vagytok felelősségteljes döntéseket hozni, s azzal jövőtöket szilárd alapokra helyezni. Ezért szeretném, ha átadnátok számukra a következő üzenetet, amely így hangzik. Nagy tisztelettel köszönöm meg a Gépészeti Technikum és Kollégium vezetése, oktatói testülete és a magam nevében, hogy 3,5 évvel ezelőtt bizalmat szavaztak nekünk és ránk bízták gyermekeiket. Illetve azt a támogatást is, amit gyermekeiknek és az iskolánknak eddig is nyújtottak. A tanítványainkhoz szólva említett mérföldkő az önök életében is eljött, hiszen az eddigi szeretetteljes nevelés, iránymutatás, az értékek mentén való közös gondolkodás most lassan véget ér. S immár felnőtt gyermekük önállóan képes dönteni a ráváró feladatokról. A támogató kezekre, a figyelmes szeretetre azonban továbbra is szükségük lesz, hiszen a munka neheze, az utolsó nekifutás, a tanulás java most indul igazán, amely nyílegyenesen visz az érettségi vizsgáig. Ezért kérem, szeretettel és türelemmel segítsék gyermekeiket továbbra is, hogy a kitűzött álmaik valóra váljanak, és hasznos polgárai legyenek a mi szeretett Magyarországunknak. Kedves 12-esek! Életetek
legfontosabb kérdései dőlnek el ezekben a hetekben és a tanév hátralévő hónapjaiban. Dönteni kell a jövőtöket illetően. Milyen pályát választhatok, hol tanuljatok tovább, mit akartok kezdeni az elkövetkező idővel, mi lesz az a szakma, ami örömet szerez egy életen át, miért érdemes küzdeni még akkor is, ha időnként úgy tűnik majd, hogy téves az út. Ezért ki kell tűznötök azt az álomcélt, ami motivál minden körülmények között, s kell egy rövidebb, időbeli cél is, aminek teljesítését belátjátok. Néhány perc múlva megkapjátok azt a szalagot, ami a tanév hátralévő idejében megkülönböztet titeket a társaitoktól, és amely a figyelmük középpontjába helyez. Ezért viseljétek büszkén. Végül engedjétek meg, hogy a szalag mellé Aranyosi Ervin gondolatait helyezzem. Merre megy az utam? Válaszúthoz értem. Lerogytam a földre, teremtőmet kértem. Segítsen dönteni, melyiket válasszam. Rosszat elkerülve, csak a szépet kapjam. S szólott az Úr hozzám, nincsen rossz döntésed, csak a teendőid büntetésnek érzed. Minden út feladat, amit el kell végezz, rajtad áll, hogyan jutsz el a végéhez. Ezekkel a gondolatokkal kívánok erőt, kitartást, boldog felnőtt életet, szalaggal a szívetek fölött bátran vágjatok neki a nagy útnak, ahol az elétek gördülő akadályokat hittel, reménnyel, ésszel és főként szeretettel győzzétek le. Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Az ünnepnap azért kábráztat el, mert szürke napokból ragyog elő. Ritkán, ahogy a nyakláncban tüzel, itt, ott egy-egy igazi drága kő. A szalagavató egy ünnep. Nagybetűs, mert akik részesei megérdemlik, hogy ünnepeljék őket. Az út egy szépséges állomása ez. A szalagtűzés percei következnek. A végzős diákok mellére osztályfőnökük feltűzi a maturandusz szalagot. A szalag az iskolához tartozás, a felnőtté válás jelképe, mert a végzős diákok szíve fölé tűznek az elválás szimbólumaként. Felkérem Nagy Attila tanár urat, tűzze fel diákjainak a szalagot. Clement Fanny. Horváth Claudia Éva. Húris Patricia. Gergely Tiffany Napsugár. Iván Nikolett. Simán Dorina. Markos Eszter. Balogh Dorina.
Mona Lisa. Karuca Tibor. Szörényi Krisztófer. Csegezi Gergő. Harangozom Laura. Szárincsa Adilla. Bársony Balázs. Kiripi Márk. Barag Rihárd. Puskás Máté Krisztián. Beata Kirona. Kapitor levette. Ötvös László. Hinei Balázs. Szentner Levente Zsolt. Szabó Alex Bence.
Úr Dávid. Huszti Péter. Hagyományiskolákban, hogy a végzősök, osztályfőnökeiknek és az iskola vezetőinek is beltűzik a szalagot. Nagy Attila osztályfőnöknek, Sztojka Viktória tűz szalagot. Fehér Gábor igazgató helyettes úrnak, Pálincs Adilla tűzszalagot. Ünnepi műsorunk végéhez közeledve kérem hallgassuk meg Bocskolágot a 11. F-osztályos tanuló előadásában Aranyosi Ervin Útravaló az élethez című versét. Nem ok nélkül jöttél erre a világra. Célja van a létnek, hát okkal vagy itt. Teremtő erő jut minden egyes vágyra, s minden embertársad van, amit tanít. Céltalanul élni senki nincs a földön. Teremtő célt szolgál mindaz, aki él. A test a léleknek nem csupán egy börtön. Csak rá kell még jönnünk, mi velünk a cél. Keresd hát az utad. Soha nincsen késő. Mi végből születtél? Miért is vagy itt? Kerülj a kezedbe toll, ecset vagy véső. Szebbítsd a világot hétköznapjait. Te csupán a dolgod. Azt, amihez értesz. S tegyen boldogabbá ez a ténykedés. Tegyél mindig hozzá mások életéhez. Nem sok az elvárás, és nem is kevés. Találd meg az életed valódi értelmét. És ha jó úton jársz, jól érzed magad. Fordulj önmagadba.
csendesítsd le elméd, és megkapod a léthez a varázsszavakat. Mikor már élvezed az élet varázsát, mikor örömmel kelsz, s hálás a szíved, akkor megnyelted a lényed tisztaságát, és mint jó útra valót magaddal viszed. Műsorunk végén kérem, hallgassunk meg az énekkar előadásában egy búcsúdalt. Ez csak ráadás. Elkezdődhet holnap egy másik folytatás. Az a néhány színes álom nem tűnik ma el. Mától a céljaid már másképp éred el. Valakinek hinnie kell, hogy szebb lesz majd az a sor. És az indulásról szól. Ne bánd, ami megtörtént, hisz nem volt veled semmi baj. Csak ez most éppen búcsúdal. Épp rajzolt képregény az életünk csupán. Jövőnk előtt áldogál, félre és bután. Írja, más kezében van. Valakinek hinnie kell, hogy szebb lesz majd az a sor. Amit egyedül ő maga írt, és az indulásról szól. Ne bánd, ami megtörtént, hisz nem volt veled semmi baj. Csak ez most éppen búcsúdal. Ez most épp egy búcsúdal. Csak ez most épp egy búcsúdal. Kedves maturanduszok! A feltűzött szalag jelzi, hogy hamarosan véget ér számotokra a középiskolai élet. Cserébe kinyílik számotokra egy szabadabb világ, melyben eligazodni, helyet találni már egyedül kell. Legyetek teljes életet élő, a sikerért áldozni kész, a gyökereiteket becsülő, de már az új felé, a jövő felé forduló emberek. Tegyetek meg mindent, ne csak a következő napok sikeréért, de sokkal inkább azért, hogy majd a boldoguljatok. Műsorunk véget ért. Felkérem az osztályfőnököt, hogy kísérje ki osztályát.